Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világ haladásával? Sokkal jobbat szeretnénk. Sokkal jobb világot szeretnénk? Torz értékben pont mostan megvan egy élmény, hogy azonos nemű szülők, családja, tehát hogy azt támogassuk, és ez óriás nagy plakáton lent a metróban. Micsoda, hogy azonos nemű szülő, tehát hogy végül is a nemű... Húzik magyarul. Hát így van. Na így, csak nem akartam olyan profán... Homokosok. Homárok. Igen, a homárokat, hogy támogassuk. Támogassuk? Igen, hogy álljunk ki, értünk, mellettük, így van. Na most szerintetek, ha már így főhoztad ezt a témát, akkor szerintetek a lakosság hány százaléka lehet olyan, hogy egyértelműen... 5% alatt van szerintem. Biztos, hogy pár százalék az egész, nem? 1-2, maximum. Na most, ha pár százalék, akkor ugye az nem a többség, nem? Akkor például miért kell már mondjuk egy sorozatba belerakni? Érted? Egy tévésorozatba. Szándékosan. Szándékosan, persze, ez tudni, hogy szándékosan. Tehát hát ha valami ritka, érted? Akkor miért kell úgy előadni, mintha az rendszeres lenne, vagy sűrű lenne, nem? Mintha a többségre vonatkozna. Már Hofi is annak idején kabaréban előhoztam. Persze. De igen, lassan kötelező lesz. De olyan, mint hogy többen lennének, nem? Egyre többen lennének. Nem hiszem, hogy egyre, nem hiszem, hogy egyre többen lennének, hanem csak egyre nagyobb port csinálnak ebből, portka vannak. Persze, főfújják. Tehát nem hiszem, hogy nagyobb arányban lehetnek, mint mondjuk régen voltak. Csak ugye akkor meghúzottak, most már... Most meg teret kapnak, így van. De nem csak teret kapnak, hanem a médiában úgy foglalkoznak vele, minthogyha tényleg a többséget érinteni. Szóval dicsekednek vele. Így van. Na szóval. Tehát ugye régen nem voltak olyan filmek, ami homokosokról szólt volna. És egyre több olyan film van, amiben megjelennek a homokosok. Na mindegy, hát... De csak úgy, ha már felhoztátok ezt a kérdést. Most, hogy a metróban, de óriás plakát, és az ember oda vonzotta a szemet, hogy mi is ez. Így van. De elkezdte olvasgatni, mint egy ilyen betűkirakó. És akkor végén az ember ott lesett le a tantusz, hogy igen. Hát ez bizony azt kérdezik. Igen. Igen, igen. Igen, hát egy kicsit röhelyes vagy nevetséges, hogy én nem is tudom, hogy lehetne ezt jól fogalmazni. Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy eléggé ilyen furcsa világban élünk, nem? Ilyen furcsa, eltorzult világ. Na és küldött át nekem valaki a minap egy üzenetet avval kapcsolatban Skype-on, hogy hát hogy most már akkor ő ért dolgokat. És akkor mondom, jó, akkor elolvasom. Tehát, hogy mit ért, vagy mit nem ért. Tehát lényeg az, hogy ugye miről volt szó. Arról volt szó, hogy milyen külső energiahatások érik a bolygót. Tehát külső energiahatások, ilyen, hát ilyen az univerzum irányából, mert mit tudom én, így elkezdték magyarázni abban az írásban, ez egy ilyen 2-3 oldalas A4-es írás volt az interneten, hogy elkezdték magyarázni, hogy ez ugye ez milyen hatással van, meg hogy ez emeli a bolygónak a rezgését, meg az emberek rezgését. Hát én nem tudom, ha az emberek rezgését emelné bármi, akkor egyre több jó állapotú ember lenne, nem? De valahogy nem így van.
Tehát most én csak ezt evek kapcsolatban azért mondom, mert hát ki, aki elhiszi azt, hogy így magától majd, mert ebbe a levélbe is az volt, vagy ebbe az írásba is az volt, hogy majd magától ugye ezáltal emelkedik a bolygó rezgése. És mit tudom én, hány hány herccel, milyen frekvenciával emelkedett a bolygó rezgés ennek hatására, és az emberiség rezgése is természetesen. Tehát ők ebbe az írásba fordítva volt, tehát az emberiség függ a bolygótól, tehát nem az emberiségtől függ a bolygó. Na most, hát persze, tehát gyakorlatilag lehet, hogy vannak érdekes írások a neten, meg levelekben, meg mindenféle weboldalakon fönn vannak dolgok, csak azért ne vegyünk sok mindent szó szerint. Mert én azt látom, hogy például ebbe az írásba is több hülyeség volt, mint igazság. És az embereket meg tudják etetni azzal, hogy jaj, de jó, akkor nem kell csinálni semmit ezen a bolygón, mert hát egyre jobban megyünk be valamilyen, mit tudom, ilyen energia, most hirtelen nem jut eszembe, milyen energiába, és akkor ezáltal már föl fog emelkedni a bolygó rezgése, és a bolygó rezgése fölemelkedik, akkor az emberiség rezgése is. Ekkora baromságot, érted? Szóval ez csak ez, az a baj, hogy ez nem így működik. Pont nem így működik, tehát pont az a legnagyobb baj az emberiséggel, hogy az emberiség rezgése az megy lefele, ezáltal a bolygó rezgése megy lefele, és ha a bolygó rezgése is lemegy, meg az emberisége is, akkor gyakorlatilag mi itt lassan az univerzum közepén, mert ugye egyre tágul az univerzum közepén lassan azt mondhatjuk, hogy, vagy azt mondhatják a fentiek, hogy van itt egy bolygó, meg van itt egy emberiség, ezen a bolygón egy emberiség, amely nem pozitívan hat az univerzumra, hanem negatívan hat az univerzumra, a saját rezgésével, a saját energiájával. Na most ez olyan dolog, most gondoljátok végig, hogy tehát úgy képzeljétek el az egész univerzumot, az egész univerzum az inkább úgy mondanám, hogy multiverzum, tehát a multiverzumok, vagy a multiverzum a sok vagy több univerzumból áll, tehát ugye az egész világegyetem, inkább úgy mondanám, világegyetem több univerzumból áll, és ugye az univerzumok galaxisból állnak, a galaxisok meg naprendszerekből állnak. Na most, és akkor képzeljétek el, hogy mit tudom én, bizonyos területek, tehát ez körülbelül ugyanúgy működik, mint a bolygó, hogy bizonyos területek a bolygón fel van osztva, és különböző népek lakják. Na most a világegyetem is ugyanígy működik, hogy különböző rezgésű élőlények, tehát fejlett lelkek tulajdonában van az univerzum különböző része. És ugye mivel lélekről van szó, a lélek az tisztán energia, tehát tisztán energia. Na most egy tisztán energia lényre nyilvánvaló, hogy egy másik energia, tehát egy magasabb vagy egy alacsonyabb energia nagyobb mértékben hat, mint egy anyagra. Tehát most itt van ez az asztal előttem. Na most, ez az asztal is energiából van. De hogyha most elkezdesz sírni, attól ez az asztal nem fog megváltozni. Vagy elkezdesz nevetni, vidám lenni, érted? Nagyon jó hangulatban, attól ez az asztal nem fog megváltozni. Sőt, ha mindnyájan mondjuk teletömjük ezt a termet emberekkel, és mindnyájan elkezdünk sírni, ez az asztal akkor se fog megváltozni. Sőt, hogyha mindnyájan elkezdünk örülni, ez az asztal akkor se fog megváltozni. Persze, ha ez folyamatos hatással lenne az asztalra, akkor gyakorlatilag az asztal, ha rossz
tehát rossz állapotú emberek környezetében van, akkor hamarabb tönkre megy. Ha jó állapotú emberek környezetében van, akkor hosszabb életű lesz. Ez természetes. De közel nincs olyan hatással egy fejlett energialény, mint mondjuk az ember, az anyagra, mint például, most mondok egy másik példát. Behozol egy olyan embert, egy vidám embert, egy olyan, mondjuk ebbe a terembe behoznál, egy vidám embert, ahol mindenki mondjuk sír, akkor elég hamar ő is sírna. De fordítva is, hogyha itt mindenki nevetne és behozna egy síró embert, akkor elég hamar ő is átmenne nevetőbe, érted? Tehát magára ebben az esetben nem az testre hatunk, érted? Nem az anyagra hatunk, hanem az anyagban, a testünkben levő lélekre hatunk. Világos ez? Tehát a világon ugyan minden energiából áll össze, de az anyagból, tehát az anyag mint energia, arra az értelmes lelkek energiája nem hat olyan gyorsan, mint egy másik értelmes lélek energiájára. Nem tudom, világos-e. Ezt mondom, te is meg tudsz róla győződni. Na most, ez azt jelenti, hogyha energia lények, tehát lelkek egy bolygón rossz hangulatban vannak, akkor az az többi azon galaxisban lévő lények energiájára is negatívan hat. Nem az anyagra, mert az anyagra lassabban hat. Most hogy nyilvánul meg az emberiség energiája erre a bolygóra? Úgy nyilvánul meg, hogy egyre inkább olyan lesz a bolygó élettere, ami annak a lény számára, akik ezen a bolygó, lények számára, akik ezen a bolygón élnek, egyre elviselhetetlenebb. Világos ez? Tehát, ha egy bolygón az emberek elkezdenek nem úgy gondolkodni, hogy kell, elkezdenek rossz állapotba, egyre rosszabb állapotba kerülni, akkor gyakorlatilag szépen lassan tönkre teszik a bolygót. Ellenkezőleg is igaz. Ha egy emberiség egy bolygón elkezd egyre jobb állapotba lenni, vagy jó állapotba van, akkor szépen lassan pozitívan elkezd hatni a bolygóra is, tehát az anyagra is. De az energialényekre, az energialények sokkal nagyobb, sokkal közvetlenebb, sokkal gyorsabb hatással vannak, mint az anyagra. Tehát, hogyha mi itt nem úgy gondolkodunk, ahogy kellene, hagyjuk, hogy lehúzzanak minket alacsony frekvenciára, akkor azok a lények, akik ennek a galaxisnak az urai, arra negatívan hatunk. És nem lassan, mint egy anyagra, mert mivel ők energialények, ugyanúgy, mint a mi lelkünk. És egyszerűen terhessé válik számukra, már terhes számukra, hogy itt van a galaxisukban egy olyan faj, amely egyre alacsonyabb rezgésű. Na most, mit csinálnál te, mondjuk, vagy mit csináltak a történelemben az olyan népek, a területükön, a saját területükön lévő olyan népekkel, akik ilyen nem szerettek dolgozni, nem szerettek pozitív dolgokat létrehozni, csak lustákodtak, vagy
szórakoztak. Mit csináltak a nemzetek az ilyen a területükön lévő népcsoportokkal? Na mit csináltak? Elzavarták őket. Indiából így zavarták el a cigányokat. Ezért. Tehát a jó múltkorában láttam egy dokumentumfilmet, ahol egy cigány riporter elment Indiába fölkutatni az őseit. Mármint úgy, hogy a népét, mint nem a leszármazott, tehát nem hogy honnan származik, hanem a népét. És megtalálta azt, hogy elmondták az indiaiak, hogy ott voltak köztük az, a, mit tudom én, mikor, sok száz évvel ezelőtt, és egyszerűen mivel nem akartak dolgozni, ezért zavarták őket. És úgy vándoroltak úgy erre, nyugat felé. Na most, tehát most gondolj bele, mi is itt a bolygón emberekben vagyunk egy birodalomban, egy olyan birodalomban, ami nem a miénk. Érted? Nem mi vagyunk ennek a galaxisnak a vezetői. Nem is leszünk sose. Itt vagyunk ebben a galaxisban, és mit csinálunk? Ugye a legfőbb dolgunk az, hogy ne dolgozzunk, szórakozzunk, mint a cigányok csinálták Indiába. Meg mit csináljunk még? Hát gyakorlatilag kolduljunk, az a segély, a koldulás most hivatalos formában az a segély. Hát a nyugdíj az gyakorlatilag egy koldulás, ezt csak úgy mondanám. Mert nem dolgoznak meg az emberek a nyugdíjért, még akkor se, hogy úgy gondolják, hogy megdolgoztak. A jelenben mit dolgoznak a nyugdíjért? Semmit. Na mindegy. Nem is ez a lényeg. Tehát most nem ez a kérdés. Tehát gyakorlatilag ugye a cigányok is mit csináltak Indiába? Hát ugye hát próbáltak úgy élni, hogy ne kell, nem munkából. Világos ez? Most a legtöbb ember a bolygón, főleg itt a nyugati társadalomban, egyre inkább nem úgy akar megélni, hogy dolgozzon. Miért nem így van? Ez a trend. Na most, de egy szellemlényt, tehát nem egy állatról beszélek, hanem egy szellemlényről. A teremtés az, ami felemeli. A teremtés. A teremtés az, ami javít a hangulatán. A teremtés az, ami jó állapotba hozza az embert. Illetve az értelmes lényt. Világos ez? Na most, ha egy lény nem teremt, akkor ne csodálkozzon. Egy értelmes lény. Ha nem teremt, akkor ne csodálkozzon, hogy lefele megy a hangulata. És megnézed, az emberiség egyre inkább a nem teremtés irányába megy. Világos? Most nyilván nem tisztelt a kivételeknek, most nem a kivételekről beszélünk, hanem a többségről. És nézzük meg, ugye a legtöbb ember hogy akarná élni az életét? Hogy fizessenek neki, abból éljen, és majd ő abból, mit fizetnek, majd azt csinál, amit akar, tehát megy, majd utazik, nyaral, szórakozik, bulizik. Érted? Partizik. Ezt csinálja. Na most, de az ilyeneket Indiából kiűzték. Most, ha az egész emberiség ezt csinálja, akkor mit fognak csinálni az emberiséggel? Kiűzik a galaxisukból a galaxisuk szélére. Világos ez? Tehát internálják, úgy is lehetne mondani. Hát gondolkozzatok logikusan. Tehát ami a Földön, az odafönt. Ami odafönt, az a Földön is. Oké? Na most, de az emberek ugye
Hát nyilván miért váltak ilyenni? Hát mert van ellenérdekeltség annak, hogy mi jó, magas rezgésűek legyünk. Nyilvánvaló. Mondok példát, jó? Történelmi példát. Attila, milyen Attila? Hunok királya, és egyben ugye a magyar törzsek királya is, ezt azért mondanám, mert a magyar az egy hun törzs, és mivel a Attila az összes hun törzsnek a királya volt, gyakorlatilag a világtörténelem legnagyobb birodalmával rendelkezett, tehát az írott jelenlegi történelmünkben nincs nagyobb birodalommal rendelkező, tehát a római birodalom az nudli volt az ő birodalmához képest, vagy Nagy Sándor birodalma nudli volt az ő birodalmához képest. Igaz, hogy a történelem tanulmányaiban a gyerekeinknek ennyi volt róla, Attiláról, direkt megnéztem a történelem könyvében a Levinek, a kisebbik fiamnak, ennyit írtak Attiláról, meg a hunokról. Így van, tehát ez gyakorlatilag nem tanulunk róluk semmit. Nagy Sándorról többet tanulhattunk, mint Attiláról. Azt Attila kisinas volt Nagy Sándorhoz képest. Nem, fordítva. Tehát Nagy Sándor kisinas volt Attilához képest. Bocsánat. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy mondom, arról nem tanulunk. Na szóval, Attila azt a küldetést kapta fentről, hogy úgy, ahogy van, a római birodalmat söpörje el. Ez volt a küldetése. Miért? Mert a római birodalom már a gyakorlatilag az ilyen dekadencia, tehát ilyen erkölcstelenség, züllés lejtőjén volt teljes egészében. Ezért ő azt a küldetést kapta, hogy söpörje el. Ezt el is kezdte csinálni, és közben megvásárolták őt. Hát a római. A rómaiak megvásárolták. De szó szerint a pápa, az akkori pápa megvásárolta. De nem is ez a lényeg, hanem tehát kicsit előre szaladtam, hogy megvásárolták. Na nézzük, meddig működött jól? Tehát a következő történt. Tehát leküldték Attilát, képességet, stb. Kapott, hogy törölje el a római birodalmat. Erre még az ő aktív munkássága alatt létrehoztak Ukrajna területén másik entitások, negatív entitások, egy Kazária nevű részt Ukrajna területén, ahol létrehoztak, mondom, negatív entitások, létrehoztak ellenpólust Attilának, hogy majd ez lesz az ellenpólus. Onnan indult el Attila idejéből a kazár zsidók. Tehát most nehogy azt higgye valaki, hogy zsidózok, hanem ez egy szintiszta történelem. Tehát ugye zsidók voltak, de olyan, hogy ezek a világhatalomra törekvő zsidók soha nem voltak, ezek a világhatalmi törekvő zsidók kiinduló évszáma Attila hódításaival egy időben indult. Azért, hogy a negatív entitások, amely létrehozták a római birodalom züllését, hogy fennmaradjon
a római birodalom, meg fönnmaradjon az üllés, meg fennmaradjon a negatív gondolkodás. Ezért, mivel Attila szépen csinálta a célját, ezért létrehoztak az ő birodalmán belül, egy ilyen összeesküvést gyakorlatilag. Ezek olyan személyek voltak, akik még a szkíta időszakból menekültek el Szkítiából föl északra, Ukrajna területére menekültek, és azokból hozták létre a kazár zsidóságot. Tehát hogy hozták létre? Egy új vallást adtak számukra, kreáltak számukra, amely hasonlított ugyan a zsidók vallásához, de át lett írva. Tehát ott került elő először az a fogalom, hogy goly, és hogy a golyokat ki kell írtani. Tehát addig a zsidó vallásban ilyen nem volt. Tóra? Az a Bibliájuk? Igen. Na, a Tórában addig ilyen nem volt, mert gyakorlatilag egy normális, békés vallásuk volt a zsidóságnak. És ezt az agresszív zsidó, harcos zsidó, összeesküvő zsidó, uralkodni vágyó zsidóságot, ezt a negatív entitások, tehát sátáni erők hozták létre Attila ellen. Így van. Na most, de Attilával szemben sokra nem mentek. De fennmaradt az a vallás. Világos ez? Már csak azért is fenn tudott maradni, mert Attila önrendelkezést adott a leigázott népeknek, illetve az együttműködő népeknek. Hát nem leigázott, mert nem leigázta őket, hanem hát beolvasztotta. Így van, ez nem leigázás volt, mert beolvasztás. Tehát gyakorlatilag ez egy múlt. Na most, Attila nem a sátáni összeesküvéssel miatt halt meg, hanem azért, mert sikerült őt a római, mondjad már, pápának, a római pápának megvennie. És ezáltal nem bomlasztotta föl teljes egészében a római birodalmat. Tehát nem tette meg a kötelességét, és ezért kivonták a forgalomból. Na most ezt most csak azért mondom el, mert ezek eléggé hasonlatos dolgok ahhoz, ami a jövőben itt várható. Tehát a sátáni összeesküvés az dolgozik azon, hogy az emberek zűljenek, egyre züllöttebbek legyenek. Szó szerint. Tehát erkölcstelenek, becstelenek, tisztességtelenek. De az üllést értsd ugyanúgy, mint a római birodalom volt. Az, hogy ígyunk, mulassunk, szórakozzunk, mert erről szólt az az időszak is. És ne dolgozzunk, így van, ne teremtsünk, így van, ne teremtsünk. Na most csak
az a helyzet, hogy ez egy területre vonatkozott a világ, a földünkön, ez meg most az egész emberiségre vonatkozik. De azért nem léptek még ugye a fentiek, mert sokkal jó ember. Tehát sok olyan ember van, aki hajlandó a teremtésre. Sok olyan ember van, aki hajlandó arra, hogy lépjen. Sok olyan ember van, aki hajlandó tenni az, hogy jobb legyen a világunk. Azért, hogy jobb legyen a világunk. De akkor is van egy határideje ennek. Tehát, hogyha nem ébredünk föl, én már fölébredtem, tehát ti nem ébredtek föl, hogy tenni kell azért, hogy jobb legyen, akkor sajnos nem lesz más választásuk, mint elsöpörni ezt az emberiséget. Tehát ugyanúgy, mint ahogy végül is megnézitek, ha nem Attila által, mások által, de a Római Birodalmat csak elsöpörték. És ha megnézed, minden olyan társadalom, ami valamilyen oknál fogva etikátlan volt, most azért, mert erkölcstelen volt, vagy azért, mert nem volt ugyan erkölcstelen, de a vezetők voltak diktátorok, akik halomra gyilkolták az embereket, meg halomra kínozták. Lásd, mit tudom én, mondjuk Hitlert, vagy lásd Sztálint, vagy bármelyiket. Tehát inkább úgy mondanám, hogy lásd a nácizmust, vagy lásd a szocializmust. Tehát bármi olyan, mert a szocializmusban nem volt erkölcstelenség, tehát nem voltak az emberek erkölcstelenek, ott a vezetők voltak, hát kínzók. Gyilkosok meg kínzók. Szóval az ilyen társadalmak mind eltűntek a bolygóról. Mind, egytől egyig. Na most, hogyha az egész bolygó e felé megy, hogy gyakorlatilag egy ilyen uralom legyen, tehát a bolygó egy uralom alatt legyen, és ott gyakorlatilag így működjön ilyen erkölcstelen, most a nép erkölcstelen, vagy a vezetőik gyilkosok, most ez részletkérdés. Tehát most nézzük meg a gyilkosok fogalmát, jó? Tehát amikor ugye mit csinált Sztálin? Valaki nem volt neki szimpatikus, akkor kinyírták, nem? Tehát Sztálin uralma alatt több orosz halt meg, vagy orosz Szovjetunióban több ember halt meg, mint a háború következtében. Tehát a háborúban is ők voltak a legnagyobb emberáldozatúak, de Sztálin több embert nyírt ki. Tehát most mondok példát, hogy kezdetben azért nem tudott boldogulni a németekkel, mert az egész vezérkart kinyírta. Tehát a világ legnagyobb hadseregének az egész vezérkarát kinyírta. És nem volt tapasztalt katona, érted, aki vezesse a katonákat. Tehát nem voltak olyan katonai vezetők, akik vezették volna a katonákat. És ezért nem tudott kezdeni semmit kezdetbe a németekkel. Csak azért, hogy tisztázzunk dolgokat. És mondom, ő több embert nyírt ki, mint ahányan meghaltak a háború következtében. Na most, tehát ő egy, hát gyilkos volt. Nyíltan gyilkolt, érted? Sztálin, vagy Hitler is gyilkos volt, mert ő is olyan tehát nem közvetlenül gyilkolt Sztálin, hanem olyan parancsokat adott ki, hogy gyilkoljanak. Na ugyanez, Hitler sem közvetlenül gyilkolt, csak olyan parancsokat adott ki, hogy gyilkoljanak. Tehát, hogyha például azt mondta volna bármelyik vezető,
mondjuk Sztálin vagy Hitler, hogy aki olyat csinál az ellenséggel vagy az ellenfél területén, akkor ő vele ugyanazt csinálják, mint amit ő csinált. Ha ezt kiadta volna parancsnak, vagy parancsba, akkor ki csinálta volna mondjuk azt, hogy gyilkoljon? Vagy ki csinálta volna azt, hogy megerőszakolják? Senki. Világos ez? Na most csak ennyit kellett volna mondani, hogy amit csinált, azt kapja. Azt kapja. Büntetésként. Na szóval. De nem ezt csinálták, hanem gyilkosságra felbújtó parancsokat adtak ki. Na most, ma milyen gyilkosság van? Ma nem nyíltan gyilkolnak. Tehát a hatalomban lévő emberek nem nyíltan gyilkolnak. Ha nézzük meg a burkolt gyilkolást, jó? Az embereket ráveszik arra, hogy olyan szereket szedjenek be, ami kikészíti előbb-utóbb a szervezetet, és az illető hamarabb meghal. Ezeket a szereket úgy hívják, hogy gyógyszerek. Nem tudom, tudjátok-e, hogy egy gyógyszer mellékhatásain többet kísérleteznek, mint magán a hatáson. Ez tény. Na most, akkor mondok másik dolgot. Az emberre hatnak olyan frekvenciák, ugye mondok példát, jó? A második világháború, vagy az első világháború, azt hiszem az első világháborúban találták föl a mikrohullámot, mint gyilkoló eszközt. És a mikrohullámot elkezdték rásugározni az ellenségre, és az ellenség meghalt a mikrohullámtól. Az volt a baj, hogy ugye a mikrohullámot nem lehet szabályosan irányítani, ezért azok is meghaltak, akik sugározták. Ezért leálltak az ilyen irányú kísérletekkel. De rájöttek, hogy gyakorlatilag ugye úgy haltak meg, akik meghaltak, hogy a testük felmelegedett. Tehát ugye a rezgését olyan mértékben megemelte a testnek, hogy gyakorlatilag belepusztult az illető. Tehát ugye beleraksz egy húst a mikrohullámos ütőbe, akkor az megsül. Tehát gyakorlatilag akik a mikrohullámmal próbáltak gyilkolni, azok is, meg akiket gyilkoltak, azok is, ugye gyakorlatilag túlmelegedett testük, és meghaltak. Na most, tehát ez már lassan 100 éve bizonyított tény. Erre olyan eszközöket használunk, ami mikrohullámon működik. Érted? Persze azt csinálják, hogyha megnézed, hogy mit tudom, a mikrohullámú sütő, abban nagyon intenzívre van fölturbozva a mikrohullám energiája. És körülveszik, ugye, hát ha jó mikrohullámú sütőről van szó, akkor fémmel, és a mikrohullám nem hatol át a fémen. De, kérem, kérem a mobilom. Nem baj. A mobiltelefon is mikrohullámmal működik. Ezt csak úgy mondanám. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy rövid távon nem káros. De hosszú távon, mondok, példát, nálunk kín ott az előtérben, megnézed a fali újságon,
akkor ha a fülethez rakod a telefont és elkezdesz telefonálni, felmelegíti a fejednek azt a részét. Oké? Tehát hőtérkép, vagy ebből a hőkamerával vizsgálták, és telefonálás közben szépen felmelegszik az embernek az a fele, ahol telefonál. Na most, de ugye ez nem természetes dolog, és ráadásul nem, ez nem hő, mert a mikrohullámú sütőse hő alapon működik, hanem olyan mértékben növeli meg a rezgést, érted, hogy annak hatására felmelegszik az anyag. Tehát ami azt jelenti, hogy nem hőt bocsájt ki a telefon, hanem olyan mértékben emeli a rezgést a fejed, a füled mellett, a fejed részénél, hogy káros az emberi szervezetre. Na most először ugye nem a mikrohullámot találták föl, hanem az olyan hullámokat, ami kevésbé károsak. Például hosszú hullám, középhullám, rövid hullám, vagy ultra rövid hullám. És ha megnézed, ezeken működtek az adók. Kezdetben ugye középhullámon, meg hosszú hullám, meg utána a rövid hullám. Tehát egyre magasabb frekvenciájú hullámokat kezdtek el nyomni a lakosság irányába. Na most azok a hullámok, ami lassan pulzál, az nem káros az ember szervezetére. Minél gyorsabban pulzál, ugye amplitúdó változás, minél gyorsabb az amplitúdó változás, annál károsabb az emberi szervezetre. És nézd meg, szándékosan azt csinálják mindenféle hivatkozással, hogy olyan frekvenciát bocsátsanak ki, ami komoly károkat okoz az ember számára hosszú távon. Így van, minél rövidebb hullám hossza, persze. És akkor megmagyarázzák, hogy azért kell ezt csinálni, hogy mit tudom én, adatforgalom nagyobb legyen, stb. Stb. Oké? Tehát nagyobb adatforgalmat tudjon kibocsátani. Na szóval, akkor nézzük meg a másik alattomos gyilkolást. Mert például a mikrohullám az egy alattomos gyilkoló. Érted? Tehát mit tudom én, Sztálin vagy Hitler kiküldte a fogmeglyeit, azt láttad, hogy jönnek. És lehet, hogy el tudtál bújni előle. Illetve nem te, hanem szüleid, vagy nagyszüleid, vagy dédszüleid. Érted? De a mikrohullám elől hogyan bújsz el? Mert nem látható. Érted? Nem látható. Akkor nézzük a másikat. Például, ugye beszéltem már a gyógyszerről, beszéltem a hullámról, tehát mikrohullámról, akkor nézzük a harmadikat. Mondjuk, ugye tudjuk jól, hogy az embernek egészséges levegőre van szüksége. Egészséges levegő. Az azt jelenti, hogy oxigén. Tehát minél oxigén dúsabb a levegő, annál jobb. Ezért, mit tudom én, valaki nem kap elég levegőt, akkor ráakasztanak egy oxigén palackot. És akkor rögtön jobban érzi magát. Tehát minél oxigéndúsabb levegő. Tehát az azt jelenti, hogy minél kevesebb olyan anyag legyen abban a levegőben, ami más, egyéb anyag. Tehát mi ugye oxigénnel lélegzünk, így működünk. Na most, ezért, ugye, hogy ne így legyen, szándékosan hagyják, hogy a levegő egyre kevesebb oxigén tartalmazzon, és egyre több olyan anyagot tartalmazzon, ami az ember számára káros. És beszívva
különböző dolgokat, betegségeket idéz elő. Ez megint arra megy ki, hogy minél hamarabb meghaljunk. Hát hogy egy embernél szándékosan elérik, hogy minél hamarabb meghaljon, azt úgy hívják, hogy gyilkosság. Ezt úgy érik el, régebben úgy csinálták, ugye, hogy az ipart fellendítették, és hadd füstöljön. Hadd füstöljenek a gyárak. De azt látták az emberek, hogy füstöl a gyár. Azt előbb-utóbb az emberek mondták, hát ha valamit tenni kéne, hogy ne füstöljenek a gyárak. Erre kitalálták azt, hogy akkor úgy kell megcsinálni a füstölést, hogy az ne látható legyen. Tehát ne legyen látható. Így van. És hát ugye most úgy füstölnek már a gyárak jó része, meg az autók is, hogy nem füstölnek látható módon. De az azt jelenti, hogy szennyezik a levegőt. És nem engedik azokat a találmányokat, azoknak a találmányoknak a bevezetését, amellyel el lehetne érni azt, hogy a környezetet nem szennyező energiákkal lehessen üzemekbe dolgozni, környezetet nem szennyező energiákkal lehessen például közlekedni. Ezek megvannak, ezek a találmányok, csak nem engedik bevezetni. Világos? Na most ha azért, mert hogyha a környezetet nem szennyező energiákkal közlekednénk, illetve a gyártás, bármilyen gyártás, bármilyen üzem környezetet nem szennyező energiával működne, akkor az emberek hosszabban élnének. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ők ezt tudják a hatalomban, és ezt az emberek nem tudják, hogy ez így van, de ez akárhogy nézzük, ez megint csak alattomos gyilkosság. Ez megint alattomos gyilkosság. Vagy nézzük tovább, jó? Vannak olyan szerek, amivel ha az ember érintkezik, tehát például, hogy beszívja, vagy megeszi, tehát táplálkozással kerül a szervezetbe, vagy például, mit tudom, bőrön keresztül mérgez, méreg, megint, hogy az ember minél hamarabb meghal, ha ehhez a méreghez jut. Tehát például mondjuk a ciánt fogyaszt az ember, meghal. Ugye az egyik legismertebb méreg. De vannak egyéb mérgek is. Például, hogyha folyamatosan műanyagot ennél, ha elég hamar földobnád a talpadat. Na most akkor mondok mást. Vannak olyan anyagok, ami táplálkozása be tud jutni a szervezetbe, vagy be tudott jutni. Például az alumínium. Vagy a bőrön keresztül föl tud szívódni az alumínium. Tehát a kellő finomság, akkor a bőrön keresztül felszívódik. Tehát egy olyan méreg az alumínium, ami megöli az embert hamar. Tehát hogyha a szervezetbe bejut természetesen akkor. Azért hogy tud bejutni? Tehát úgy, hogy állandóan valaki alumíniumot fog, vagy alumínium edényből eszik, vagy alumínium étkészettel eszik, nyilván úgy tud bejutni. De mivel rájöttek erre az emberek, hogy ez mérgező az alumínium, ugye abba hagyták az alumínium ilyen jellegű fogyasztását. Hát ezért fogták, és akkor kitalálták azt, hogy repülőn permetezzünk alumínium port.
bekeverve az üzemanyagba, és vagy nem tudom hogy, mindegy, az mindegy, de lényeg az, hogy ezt az alumínium port a repülőgépek hát nyomják ki. Onnan tudod, hogy chemtrailesztek, ezt úgy hívják, hogy chemtrail, hogy mondjuk van a Föld, tehát ugye tudjátok, hogy úgy működik, hogy a Földön a legkisebb a szél. Minél följebb megyünk, hát például bemész egy völgybe, hát ott nem nagyon van szél. Minél magasabbra mész, annál nagyobb a szél. A repülőgépek azok olyan 8-10 kilométeres magasságban vannak, ott már nagyon komoly szél van, akkor is, ha Földön szélcsend van. Ugye azt is tudjuk, hogy mióta a sugárhajtású repülőgépeket kitalálták, akkor az húz egy kondens csíkot. De mivel szél van, a kondens csík gyakorlatilag egy ilyen, mit tudom én, 15 perc alatt szétoszlik. Mert a szél szétfújja. Na most, onnan tudod, hogy chemtrailesztek, hogy a kondens csíkok nem, kondens csíkokat nem fújja szél a szét, szét a szél, hanem az azt jelenti, hogy tele van az ég csíkokkal. De úgy végig ment a repülő, és végig látod az egész égbolton a kondens csíkot. Tehát egy kondens csík az mindig csak rövid volt. Ha fölnéztetek régen egy kondens csíkra, ránéztetek, akkor az rövid volt, és a gép arrébb ment, és a kondens csík már szétoszlott. Most a kondens csíkok olyanok, sokszor, nem mindig chemtraileznek, sokszor olyanok, hogy gyönyörűen végig megy a repülő az egész égbolton, és húzza a csíkot, és nem oszlik föl. Én már azt is, olyat is láttam szabad szemmel, hogy tele volt csíkkal az ég. Tehát az azt jelenti, hogy egy csomó gép olyan módon közleked, tehát valószínű az üzemanyagba keverik bele, hogy nyomta az alumíniumot. És akkor megint kitalálnak valami hivatkozást, hogy miért kell ezt csinálni. Először tagadják, mikor már nem tudják tagadni, akkor kitalálják azt, hogy miért kell ilyet csinálni. Hát azért kell ilyet csinálni. Nem ez a hivatalos verzió, hogy az emberek alumínium mérgezésben meghaljanak. És ha egy ember alumínium mérgezésben meghal, akkor senki nem fogja megállapítani, hogy ő alumínium mérgezésben halt meg. Világos ez? Senki. Mert azt fogják megállapítani, hogy rákos lett. Na most, ha valaki meghal mondjuk, nem tudom, tudjátok-e, hogy gyógyszer mellékhatásában többen halnak meg, mint a betegségekben. Tudjátok? Tehát gyógyszer mellékhatásokban többen halnak meg, mint betegségekben. De nyilván valaki meghal gyógyszer mellékhatásában, akkor megállapítják majd, hogy mitől infarktus kapott, vagy agyvérzést kapott, vagy rákos lett, érted? Vagy ez lett, vagy az lett, vagy amaz lett, mindegy. Nem azt fogják megállapítani, hogy gyógyszer mellékhatásban meghalt. Ha valaki meghal azért, mert nem bírta a sugárzást, a mikrohullámot, akkor nem azt fogják mondani, hogy a mikrohullám következtében meghalt, mert a mikrohullámnak rákosodás lesz a következménye. Hanem azt fogják megállapítani, hogy az illető rákos beteg lett, és valamilyen rákban halt meg. Ha valaki meghal mondjuk azért, mert túl sok szennyezett levegőt beszívott, akkor nem azt fogják megállapítani, hogy abba halt meg, hogy mit tudom én, egy városban lakott és túl sok szennyezett levegőt szívott be. Hanem megállapítják azt, hogy mondjuk rákos megint csak. Rák, valamilyen rákban meghalt. Mert tényleg rákban halt meg.
De a rák azért jött létre, mert szennyezett levegőt szívott. Vagy nézzük a következőt, mondjuk chemtrail hatására alumínium mérgezést kap, nem azt fogják megállapítani, hanem azt, hogy megint csak rákos lett. Nem tudom, figyelitek-e, hogy a gyerekkorunkban, mikor én gyerek voltam, olyan, hogy, és emlékezz vissza, ha az én korosztályom vagy, vagy idősebb, vagy még lehet fiatalabb is, akkor is, tehát én a rákra azt hittem, hogy az egy állat, és nem betegség. Tehát amikor arról, hogy betegség, rák mint betegség, hát nem is tudom, mikor hallottam először, talán 18 éves vagy 16 éves koromban, addig nem. De akkor is csak elvétve volt olyan, hogy valaki rákos. Most egyre több a rákos. Tehát a rák létrejön azért, mert valaki mellékhatás, gyógyszer mellékhatás. Vagy létrejön azért is, mert rossz levegőt szívott. Létrejön azért is, mert olyan vegyi dolgokat vitt be a szervezetébe, amit így tolerált a szervezet. Létrejön azért is, mert olyan levegőt szív be, mondjuk, amiben alumínium por van. Érted? Na most egy ember úgy működik, hogyha nagyon jó állapotban van, tehát egy jó állapotú ember, az képes arra, mivel az immunrendszere toppon van, képes arra, hogy az olyan dolgokat, ami nem kell a szervezetének, azt felismerje, lokalizálja, és eltávolítsa a szervezetből. Az immunrendszernek ez a feladata, hogy felismerje a nem odavaló dolgokat, lokalizálja, és kivezesse a szervezetből. Ez így is működik egy jó állapot embernél. De egy nem jó állapotú embernél nem így működik. Tehát mit csinál a nem jó állapotú ember? Megmutatom. Jaj, én annyit dolgoztam, olyan fáradt vagyok. Ugyanezt csinálja az immunrendszere. Mit csinál egy jó állapotú ember? Megcsináltam egyik munkát, csinálom a következőt. Ugyanezt csinálja az immunrendszere. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy egy jó állapotú ember immunrendszerét szinte lehetetlen legyőzni. Érted? Ugyanúgy egy jó állapotú embert próbálj már legyőzni. Nem tudsz. Mert mindig lesz megoldása, érted? Megnézel egy rossz állapotú embert, nagyon könnyen le lehet győzni, mert nincsenek megoldásai. Hát hogy győzik le? Nagyon egyszerű. Vegyél föl hitelt. Itt a karácsony. Milyen jó. Hitelek tömkelegét lehet fölvenni az embereknek. Nincs pénzed ajándékra. Ha te nem ajándékozol, nem is vagy ember. Akkor te egy alantas lény vagy, ha nem ajándékozol. Ha neked a karácsony nem az ajándékozásról szól, akkor egy alantas lény vagy. Miért nem ezt sugallják? Hát pont ezt sugallják. De karácsony az nem az ajándékozásról szól, hanem a szeretetről. Ne keverjük már össze a kettőt. Hát mi köze az ajándéknak meg a szeretetnek egymáshoz? Semmi. Vagy már úgy van, hogy a szeretet az egy ajándék?
Tehát amikor valaki valakit szeret, akkor ajándékoz? Mármint úgy ajándékoz, hogy megajándékozlak a szeretetemmel? Vagy hogy a jó francba? De a szeretet az nem egy ajándék, a szeretet az egy természetes dolog, nem? Vagy legalábbis annak kéne lenni. Az élet részének. Ugyanolyan természetes dolognak kéne lenni, mint hogy te levegőt veszel. Nem? Csak elhitették az emberekkel, hogy ha te szeretsz valakit, akkor ajándékozz. Érted? Még olyan írók is, akik etalont hoztak létre, tehát mintát hoztak létre, jó mintát végül is, bizonyos területen, tehát az irodalom bizonyos területén, még azok is írtak hülyeséget. Mondok példát, jó? Van egy olyan könyv, egy hirtelen az író neve nem jut eszembe, ketten írták a párjával, de elsősorban a hölgy írta, hogy a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek, ez egy sorozat. És ugye abban az van benne, hogy adok-kapok. Tehát, hogy sok párkapcsolat azért megy tönkre, mert az egyik fél azt érzi, hogy ő túl sokat adott. És nem kapott elég viszonzást a párjától. Tehát a párkapcsolatok zöme ezért megy tönkre. Hát a mai társadalomban nem is csodálkozom ezen a kérdésen. Mert olyan, hogy önzetlenség egy olyan társadalomban nem nagyon létezik, ahol az ego az úr. Az ego meg az önzőséget jelenti. Tehát, ha az emberek képesek lennének szeretni, méghozzá önzetlenül szeretni, érdekmentesen szeretni, akkor nem azzal foglalkoznának, hogy én mennyi szeretetet adtam és mennyi szeretetet kaptam. Mert ha az ember elkezdi vizsgálni azt, hogy mennyi szeretetet adtam és mennyi szeretetet kaptam cserébe, azt úgy hívják, hogy ego, és úgy hívják, hogy önzőség. Mert ha valaki önzetlenül ad szeretetet, akkor nem csak egy embernek tud adni önzetlenül szeretetet, hanem gyakorlatilag bárkinek. És ha egy ember bárkinek tud szeretetet adni, akkor lehet, hogy az egyiktől nem kap viszonzást, meg lehet, hogy a másiktól se. De hogy előbb-utóbb fog kapni viszonzást, az hód biztos. Tehát most egy olyan társadalomban élünk, ahol az önző, hát az önzésre tanítják az embereket, és a, valahogy nem azt mondom, hogy önző szeretet, mert olyan nincs. Tehát inkább azt mondom, hogy érdek. Tehát az érdekek vezéreljék az embereket, és ne a szeretet. Na most gondolj bele, miről szól a jelen társadalomban már a karácsony? Arról szól, tehát arról szól, hogy
azokat szeretem, azokkal vagyok együtt, akikkel érdekkapcsolatban vagyok. Nem? Nehogy ma azt mondjátok nekem, hogy a szülők és a gyerekek közt általában nincs érdekkapcsolat. Ha nem lenne érdekkapcsolat, akkor nem kellene egymásnak ajándékot adni, hanem elég lenne, ha csak szeretetet adni. Világos ez? Csak úgy próbálják emberek megvásárolni a szülőknek vagy a gyerekjüknek a szeretetét, hogy ajándékoznak. Világos? Tehát ma elérték az embereknél, hogy még a közvetlen hozzátartozókkal szembeni kapcsolat is érdekeken alapuljon. Tehát ne az őszinte szereteten. Mondok példát, hogy értsétek, ha nem lenne túl világos. Szülőkre totálisan jellemző, mai társadalomban, hogy azon gondolkodik, hogy minél nagyobb ajándékot adjak a másiknak, nehogy elveszítsem a szeretetét, nehogy mondjuk rám se nyissa az ajtót. Képzeljétek el, ugye tudjátok azt, hogy nekem az anyai ágon elég bőséges rokonságunk van. És az unokatestvérem, tehát van egy olyan unokatestvérem, akinek már dédunokája van. Tehát nem unokája, dédunokája. Pedig a anyám és közte csak, mennyi volt? 2 év vagy 3 év? Mármint nem közte, hanem a nagynéném között. És köztünk, az unokatestvérem is köztem is csak 4 év van. És 4 év van köztünk, és neki már dédunokája van, érted? Na mindegy, hölgyről van szó egyébként. És tehát van neki egy dédunokája is. Fölrakták a Facebookra a Mikulás ajándékozást. Tehát úgy képzeljétek el, hogy jött, tehát fölvették kamerával, valószínű telefon volt, fölvették kamerával az ajándékozást. Megjött a Mikulás, és ez a kisgyerek, ez hát kvázi olyan 2-2,5 éves. Egy kislányról van szó, egy halál aranyos kislány. És egy olyan fél órás a videó, és fél órán keresztül csak a gyereknek adta a Mikuláshoz ajándékot. Tudod mennyit? Vagy 20-valahányféle ajándékot. És akkor azt beszéltük éppen a nejemmel, hogy mit fog, akkor mennyi ajándékot fog kapni karácsonyra. Tehát ez a gyerek nem lesz elkapatva, akkor senki a világon. Már most el van. Képzeld el. Tehát ott aztán volt minden, ruhától kezdve mindenféle játék, amit el tudsz képzelni. De mondom, 20-valahányféle. A zsákból csak pakolta kifele a gyereknek. Na most, gondold végig. Miért kell ezt csinálni? Tehát ezzel mutatja a szülő a gyereknek, hogy szereti? Hát valószínű, hogy ő ezt gondolja magáról a szülő, nem? Most, én most a szülő fejével gondolkodok, hogy most ő biztos azt gondolja magáról, hogy így szeretni fogja őt a gyereke, mert hogy mennyi ajándékot kapott tőle. Na most én azért úgy
hozzáfűzném ezt ehhezekhez. Hogy annak idején az embereknek nem volt pénzük ajándékozásra. Mit tudom, én emlékszem, hogy karácsonyra kaptam egy matchboxot, érted? Annyi volt az ajándék, és én tök örültem neki. Akkor egy matchbox volt 28 forint. Annyi volt, mert utána én vásároltam matchboxokat onnantól kezdve, és mindig gyűjtögetni kellett hónapokat, hogy legyen, vagy tudjak vennem magamnak egy matchboxot. Na szóval lényeg az egy kis autó, tudod, kis fém autó. És ugye régen az emberek nem, sőt azelőtt még ennyit se ajándékoztak. Még ennyit se. Mikor még annyira se volt pénzük az embereknek. Na most, de én mégis azt tapasztaltam, hogy a felnőtt gyerekek sokkal jobban tisztelték és szerették az idős szüleiket, mint manapság. És ez nem javul, hanem romlik. Minél több ajándékot adnak a gyereknek, vagy adtak a gyereknek, annál inkább visszájára fordul a dolog. Tehát régen egy szülő a gyerekére sokkal inkább számíthatott, mint manapság. Nyilván tisztelt megint a kivételeknek, én által a legtöbb esetről beszélek, és nem a kivételekről. Tehát ami azt jelenti, hogy ez nem jót tesz, hanem rosszat. Most egy olyan ember, aki gyerekkorban mindent megkap, és neki két lépést nem kell tenni azért, hogy valamit megszerezzen, az azért kíváncsi vagyok, hogy hogy fog boldogulni olyannal, amit teremtésnek hívnak. Hogy fog boldogulni majd felnőttként? Jó kérdés, nem? És ránéztem az órára, lejárt az idő. Hát ennyi fért bele az első részbe. Hát nem sokáig haladtunk ez a ponthoz képest. Annyit azért szeretném elmondani, hogy mivel is foglalkozunk. Két részből áll a képzésünk, ugye? Van egy tudatosságfejlesztő első rész, na ez a tudatosságfejlesztő, hogy az ember tudatosabbá váljon. A második rész az pedig konkrétan arról szól, hogy képes legyél módszerekkel megoldani az élethelyzeteidet, módszerekkel megelőzni a problémáidat, módszerekkel megoldani a problémáidat, módszerekkel elérni a céljaidat, azért, hogy boldogabban élhessd az életedet, sőt egyre boldogabban, mert az ember úgy működik, hogy azért nem boldog, mert ezeket nem tudja jól csinálni. Mert problémákat idéz elő saját magának, meg másoknak. Tehát az ember azért nem boldog, mert problémateli életet él. Minél boldogtalanabb egy ember, annál jobban tudhatod nála, hogy ő problémákkal küzd. Minél boldogabb egy ember, annál kevesebb problémája van. Világos ez? Tehát tudhatod, legalábbis tudhatod azt, hogy annál kevesebb problémája van, minél boldogabb. Na most, mi azért dolgozunk, hogy az emberek egyre boldogabban tudják élni az életüket. Tehát rendelkezzenek azokkal a tudással és képességekkel, ami ahhoz kell, hogy az emberek boldogan tudják élni az életüket. Ha az emberek boldogan tudják élni az életüket, akkor nem lesznek egymással ellenségesek. Nem lesznek egymással haragosak. Nem fognak félni egymástól, meg mindenfélétől. Világos? Sőt, képesek lesznek a szeretetet működtetni egymás közt. Tehát képesek lesznek szeretetben, békében és boldogságban élni. És ezt a fajta társadalmat kell az emberiség számára létrehozni. Amit úgy fognak hívni, hogy aranykor. Tehát az aranykort kell létrehozni az emberiség számára, ahol az emberek majd szeretetben, békében és boldogságban élnek. Tehát nem, az, nem úgy lesz, hogy létrejön az aranykor és majd szeretetben, békében és boldogságban élnek. Nem. Szeretetben, békében és boldogságban kell élnünk, és akkor jön létre az aranykor. Világos ez?
Na most, aki erre nem hajlandó, azt meg a fentiek kivonják a forgalomból. Megy a levesbe. Méghozzá ennek határideje van. 2034-ig létre kell hozni bolygó szinten az aranykort. Akkor számolgass, mennyi van még hátra. Tehát 2034-ig létre kell hozni bolygó szinten az aranykort. Jó, és aki erre nem hajlandó fejlődni, nem hajlandó tanulni, azt kivonják a forgalomból. És egyelőre az elnyomókat meghagyják, hogy akik nem hajlandók, de szociálisak, de képesek lennének, mert az elnyomók nem képesek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek, de a szociális ember, a bolygó 80%-a képes arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen, de hagyják az elnyomókat a fentiek, hogy minél hamarabb meghalljanak maguktól azok, akik szociális emberként nem hajlandók fejlődni. Világos? Ez csak, hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Hát ezért látod azt, hogy az elnyomók élnek, szociális emberek meg pusztulnak. Mert az a szociális ember, aki meghal, az nem hajlandó arra, hogy fejlődjön. Pedig egy szociális embernek kötelessége, hogy fejlődjön. Mert képes rá. Egy antiszociális, egy elnyomó nem képes rá, azt értsétek meg, nem képes arra, hogy fejlődjön. Ő képtelen rá. De egy szociális ember képes rá, és ez a bolygó 80%-a, azt jelenti, 6,4 milliárd ember képes arra, vagy képes lenne arra, hogy fejlődjön, érted? A szociális nem lenne rá képes. Vagyis az antiszociális. Érted? Tehát az elnyomó. Világos ez? Tehát nyilvánvaló, hogyha egy ember képes valamire, és nem teszi, akkor mi a francnak van? Világos ez? Mert az más, hogyha valaki nem képes. Érted? Ha valaki nem képes, akkor hiába akarsz egy olyan emberből kiszedni valami képességet, aki arra nem képes. Érted? De egy olyan ember, ami képes, és azért se csinálom, én képes vagyok rá, de azért se csinálom. Hát akkor mész a levesbe, apám. Vagy anyám. Érted? No. Úgyhogy ennyi fért bele az első részbe. 20 perc szünet után probléma megoldó kócsképzésünk lesz, tehát megoldó kócsképzés, de az annak része természetesen az is, hogy megelőzze az ember a problémáit, ne csak megoldja. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha bármi kérdésed merült volna föl, akkor kérdezz a szervezőtől, vagy a vezetőtől, vagy nézz utána, hogy ki az a weboldalon, meg tudod kérdezni ugye az irodánkat, ott vannak az elérhetőségek, további szép, hát most már estét kívánok mindenkinek, jó tanulást, sziasztok!